Sziasztok, üdvözlök mindenkit, a mai téma egy elég kényes topik lesz, viszont ettől függetlenül tudjátok, hogy én általában ilyen kényes dolgokról is csinálok videókat, de mondjuk erről a témáról sok videó van fenn a YouTube-on, szóval mások is bevállalták, na mindig lényegtelen. Egy hónapja kb. Meg lett az 1000 feliratkozó! Hivatalos átfordulást szeretnék látni. OMG! És ez félig ugye nektek köszönhetem, félig annak, hogy csinálok videókat, tehát nem akarom azt mondani, hogy csak nektek köszönhetem, mert ha nem csinálnék videókat, akkor nulla feliratkozom lenne. De a közönségnek nagyon nagy része van abban, hogy meg lett az 1000 feliratkozó, mivel megnyomtátok azt a piros kis gombot, és ez nekem nagyon-nagyon sokat jelent. És egyébként már 1108 feliratkozom van, szóval folyamatosan jönnek, és nagyon szépen köszönöm. Nem is köszöntem meg nektek hivatalosan, de köszönöm szépen, és megpróbálok olyan tartalmakat kirakni, amik érdekesek. Hát remélem, hogy nagyobb arányban lesz a jövőben az, ami érdekes, és kisebb arányban lesz az, ami nem annyira, de mindegy, most nem erről van szó, hanem egy nagyon tabu témáról, a bevételszerzésről, amiről a nagyobb videósok már szinte egyáltalán nem beszélnek, a kisebbek még úgy, ahogy mint én is, a kisebb videósok még azért elmondják. De hát igen, ez egy, végül is mondhatjuk, hogy ez egy magánügy, de mivel nekem nem ez az elsődleges bevételi forrásom, ezért most miért nem mondanám el nektek, illetve én is nézegettem videókat erről még régebben, hogy mennyit lehet keresni YouTube-on, még amikor nem is YouTube-oztam, csak kíváncsiságból, és tök sokat segítettek ezek a videók, úgyhogy most ez az a téma, konkrét adatokat fogok mutatni, és ennyi. Hadd húzom az időtöket egy kicsit. Azt szeretném elmondani nagyon gyorsan, hogy mindenki azt hiszi a YouTube-ozásról, meg erről az egész videózásról, hogy egyrészt ebből hú, mennyi pénzt lehet keresni. Hát igen, amúgy nagyon sokat lehet keresni, hogyha egy nagyon nagy csatornád van. Ha kis csatornád van, akkor annyira nem sokat. Mindenki azt gondolja róla, hogy ezt csak felvesszük, és feltöltjük a gépre, aztán megy ki a netre. Nem. Szeretném elmondani, hogy rengeteg utómunka van ezekben a videókban. Ugye nekem úgy van, hogy a vágás az kb. A 70%-a a videózásnak, a többi a maga a felvétel, mint ez is. Hogy ezeket meg kell vágni, a színeket kicsit húzni kell, és nagyon hamar el tud menni akár 4-5 óra is vágással. Volt egy videó, amit 8 órán keresztül vágtam, úgyhogy ez egy olyan hobbi, amit, hát igen, amire elég sok időt rá kell locsolni, viszont ha úgy vagy vele, mint én, hogy ez a hobbit és szeretett csinálni, akkor nem lesz gond. Ha úgy vagy vele, hogy kötelező jelleggel csináld, akkor nagyon hamar ki fog szégni, szóval akkor nem ajánlom ezt az egészet. Szóval mindenképp szeresd a videókat megcsinálni, mert akkor lehet szerintem sikeres, akkor érheted el az 1000 feliratkozót, vagy akár többet is. Nem sok amúgy az 1000, de a nullához képest mindenképp egy elég pozitív szám. Nem is akarom osztani erről az észt, hanem menjünk rá akkor a számokra. Előtte elmondom, hogy a bevételszerzés úgy működik, hogy 4000 óra megtekintés kell, tehát ez órában 4000 óra megtekintés kell egy évben, és 1000 feliratkozó. Na hát nekem a 4000 óra az megvolt kb. Fél év alatt, az 1000 szab pedig kb. 3,5 év alatt, szóval én 3 évig hát ingyen csináltam, de hát most értitek, most se keresek vele olyan sokat. Na de mennyi az annyi? Akkor nézzük meg, hogy én mennyit kerestem eddig a csatornámmal. Először mondok információkat, hogy 25.000 megtekintésem volt az elmúlt 28 napban, 1700 nézési óra és 1108 feliratkozón van, szóval egy ilyen csatornát kell elképzelni, és akkor mutatom az összeget. Látjátok, hogy 10.300 forint, kicsit több. Hát kicsit többet ugye, mert mondom, nem telt le még a 28 nap, szóval olyan, hát szerintem 12.000-be áll meg. Viszont az irányadó, és ezt el tudom nektek mondani, hogy napi bontásban lehet megnézni, hogy mennyit keresel, és mindjárt ezt is megmutatom nektek. Elvileg van valami szabály, hogy ezt nem mutathatnám meg, vagy nem tudom, de mindegy, most a telefonról meg tudom mutatni. Szóval itt látjátok a napi chartot. Ugye ez napra le van bontva, hogy mennyit kerestem. Látjátok, hogy vannak kiugrások. Ez annak köszönhető, hogy ha valaki rákattint a reklámra, vagy sokáig nézi, akkor több pénzt kapok, ha egyből elnyomja, akkor kevesebb. Szóval, ha ezt a csatornát szeretnétek támogatni, akkor nyomjatok rá a hirdetésekre. Az tényleg sokat dob rajta. Egy nap olyan 350 forinttól 480-ig keresek. Tehát a kettő között valahol. És akkor ugye ez minden nap nyilván változik, de 300 forint alatt sose kerestem vele. A legalacsonyabb az 308 forint volt egy nap,
A legmagasabb pedig 764, szóval majdnem 800 forint. Úgyhogy hát ez valahogy így működik, és ebben az a jó amúgy, hogy akkor is keresek vele, ha mondjuk egy hétig nem csak videót, most mondjuk volt, talán a múlt héten, hogy nagyon sok munkám volt, nem tudtam a videózásra időt szakítani, és akkor is kerestem ugyanennyit, szóval, hogy az előző videók pörgetik a bevételed ugyanúgy, mert nyilván mondjuk, mit tudom én, feltöltesz 100 videót, és abból 50-et, 60-at folyamatosan néznek, hogyha olyan a téma. Nekem ugye a kütyűs videókat folyamatosan nézik, amíg azt a kütyűt lehet kapni. Még azt elmondanám, hogy mi a hátrány abban, hogy reklámokat raksz a videókra. Tudjátok, most voltak ezek a politikai hirdetések, ez a karácsony azt üzeni, hogy sétálj, meg mi ilyesmi. És meg lehet nézni, hogy a te videóidon milyen reklámok vannak. Ugye inkognitóban megnyitod a YouTube-ot, a saját felületeden, és akkor meg lehet nézni, miket dob fel. És az én videómra is rányomta ezeket a karácsony azt üzeni, hogy sétálj. Tehát ezeket a politikai propagandákat, ami nagyon felhúztam magam. Szóval pont én, aki soha nem szavazott a Fideszre, soha, az én videóm alatt ment egy ilyen reklám, és ez nagyon fejlegesített. Gondolkoztam azon, hogy az összes videómról egyesével leveszem a reklámokat inkább, addig, amíg ez a kampány fut, mert nagyon fejlegesített. Aztán úgy voltam vele, hogy egyrészt ezt nem tudom befolyásolni, hogy milyen reklámok jelennek meg a videóimon. Tehát amikor én reklámokat rakok a videókra, akkor azt is vállalom, hogy egy olyan cég, vagy egy olyan politikai szervezet reklámjai fognak futni, amikkel nem értek egyet, és valószínűleg nem kötik velem össze a nézők ezt. A másik dolog az, hogy most egyesével mindegyik videóra levenni reklámot, nem volt kedvem, megmondom őszintén, több mint 100 videóm van, és egyesével kell kiválasztani, szóval hát ezt lenyeltem, de nagyon-nagyon-nagyon rossz érzés volt ezekben az időkben, hogy hát igazából nem is csak a nézőimnek kell ezt a propagandát néznie, hanem olyan embereknek is, akik nincsenek feliratkozva. Szóval, ja, még ez hozzátartozik, hogy ez egy ilyen rossz élmény volt. Le kéne ***ni az egészet, meg pénzt kapok utána, de nekem nem ér, tényleg egy forintot nem érne az, hogy ilyen reklámok menjenek a csatornámon. Egy forintot nem érne. Hát... egy forintot se érne ez, higgyétek el. Nem ér ennyit. Na mindegy. Hál' Istennek a kampány véget ért, de nagyon-nagyon-nagyon agresszívan nyomták, tehát nagyon sok pénzből nyomták ezt a kampányt. Már nincs ilyen. Ha pici csatornád van, akkor tényleg csináld, és ha szívből csináld, akkor én azt kívánom, hogy minél előbb sikerüljön, mert nem lehetetlen, de tudnotok kell, hogy nagyon nagy a verseny. Rengeteg csatorna van már a mai világban, és így tényleg nehéz. Na mindegy, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Legyen gyönyörű napotok, és találkozunk a következőben. Sziasztok!